a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Lakatos Péter úr, a e, Videoton Holding e, társtulajdonos, a társ vezérigazgatója és a Munkáltatók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke. Üdvözlöm a stúdióban. Jó reggelt mindenkinek! A ha pár héttel korábban ülünk le beszélgetni, valószínűleg egy sötétebb tónusú beszélgetésbe bonyolultunk volna, ami a gazdasági kilátásokat illeti. Mostanában egyre több a pozitív hang a tekintetben, hogy a válságnak a legnehezebb szakaszán talán már túljutottunk. A héten ugye az amerikai egybank szerepét betöltő Fed, illetve az Európai Központi Bank is ugyan még kamat emelésről döntött, de már a kommunikációba, kommunikációjába belesződte, hogy hogy a vártnál gyorsabban csökkenhet az infláció, jobbak a gazdasági kilátások, és adott esetben a kamat, a kamat csökkentési ciklusra is hamarabb sor kerülhet, mint mondjuk pár héttel korábban ezt feltételezték, vagy gondolták volna itthonról nézve látni a fényt az alagút végén? Hát valószínűleg nem én vagyok a legjobb válaszol erre a kérdésre, mert hogy az a folyamatos mániám életmódom, hogy, hogy a napi dolgokat igyekszem leküzdeni, amiből mindig is van elég, mert ilyen az élet, és nagyon érdekel, hogy, 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 hogy hosszabb távon mi lesz. És hosszabb távon Remélem, senki nem, de én sem voltam majd gondolni, hogy világ vége lesz, és nem lesz sehogy utána. Tehát úgy gondolom, hogy hogy kellő perspektívából az, hogy most egy, egy gazdaság x hónap alatt áll helyre, vagy két x hónap alatt, az természetesen az egyes embereknek az életszínvonalában, rövid távon, egyes válaszvezetőknek a stressz szintjében jelenthet egy különbséget. Én hiszek abban, hogy a hosszú távú trendekre kell a napi dolgok megoldása mellett, mint egy félhobbiként figyelni. Ennek a középtávnak az állandó ö, rárezgés, hogy így mondjam, hogy most a dollár-euró négy hónap múlva mennyi lesz, és ebben nagyon okosak vagyunk, és mindenki nagyon okos. Ezek valahogy, legalábbis az én agyamban kiegyenlítik egymást. Az egy általános dolog, hogy egy válság elején, legalábbis az én tapasztalatom és véleményem szerint, túl vannak dimenzionálva a problémák, és amikor jó hírek vannak, túl vannak dimenzionálva lehetőségek. Ugye ez, ez közismert, hogy az emberi agy így működik, Kahneman meg ilyen okos emberek leírták. De ennek van a, az ilyen pszichológiai részén túl egy, egy, egy rendszerhiba szerintem a, a működésben, hogy az emberek hajlamosak, és itt nem úgy mondom, hogy én nem, én csak, így, csak igyekszem figyelni, hogyha ugyanezt elkövetem, akkor, akkor szembe kormányozzak az agyamban, hogy ha van egy változás a világban, akkor hajlamosak vagyunk a múltat ki vetíteni a jövőre, és amikor a energiaválság kezdődött, akkor természetesen mind gyóz, hogy egy, hogy hú, hát most mi lesz? És azt mondom, hogy fogalmam nincs, hogy mi lesz, csak azok a számok, amik megjelentek, azok megnézték, hogy mi történt tavaly. És utána, amikor van egy sok, akkor az embereknek megjön az esze, és ez nem azt jelenti, hogy addig hülyék voltak, hanem addig nem központban levő kérdésekre most jobban rákoncentrálnak. Tehát azt, hogy a videóton fűtése, energiafelhasználása mennyit csökkent az országok, én Németországban, ez nem volt bekalkulálva. És miután például az energiaár valamilyen szinten korrelál azzal, hogy a elhasznált energiának a legutolsó része mennyibe került előállítani, hiszen azt annyiért fogják eladni, és akkor a többi se lesz hülye olcsóbban. Tehát, hogyha az igény csökken, akkor a csúcson termelt energia lejjebb van, és egy olcsóbb lesz, a többire is hat. Ez valamilyen szinten azt gondolom, megint csak nem szakértőként, hogy ez bekövetkezett. És hogy nem tenap előtt, vagy tenap reggel például lementem az egyik gyárunk pincéjébe, és akkor erre nem Félig süket vagyok, de erre nem volt ennyire érzékeny a fülem, hogy szajátok a sűrített levegő ott, ott szökik. Mert 23, nem tudom, 56 euró per megavattóránál volt jobb dolgunk, mint arra figyelni, hogy mennyi levegő folyik el a rendszerben. Ma megtönyképpen lehet, hogyha erre figyelünk, többet spórolunk, mint hogyha még egy üzletet megszerzünk. Tehát így áthelyeződnek a hangsúlyok, kollégáink figyeltek, és akkor olcsóbb volt. Akkor légkondival fűtöttek, és ezer is egy apró dolog. Eddig minden kemencénkben nitrogén volt, akkor öt mérnök leült arról beszélgetni, hogy lehet-e, hogy csak a. Hú, hát előírták, de hát ott van egy apró betű, hogy ott mégse, ja, százmillió. Tehát, tehát a, a világban van evolúció, hiszünk abban, hogy az emberek be, vannak tartalékok, és ezért ezek az előrevetítések szerintem túlzóak, a pozitívak is, valahol mindig a mondjuk a river to mean, tehát az átlag felé mennek a dolgok, egy evolúciós pályán, én ebben eléggé hiszek. Fogom még kérdezni a költségtényezők alakulásáról kiemelten a videóton esetében, de amit elmondott, akkor az alapján összefoglaltom úgy, hogy ön soha nem látta annyira pessimistának a közeljövőt, ahogy a nagy átlag látta mondjuk a tavalyi év során, és most se látja annyira optimistának, mint a nagy átlag? Hát a nagy átlag ugye nem olyan, hogy Kovács Gábor vagy Horváth Péter, hogy én a nagy átlagot azt hiszem nem, nem, nem merem megfogalmazni. Én inkább azt mondom, hogy, és a kollégáimnak is mindig ezt mondom, hogy nem vagyunk mi Elon Muskok, -ok, és most nem Twitter tulajdonosként, hanem zseniálisan okos ember, vagy Steve Jobsok. -ok, tehát, tehát van a klasszikus vicc, hogy amikor a sztyeppén szalad az oroszlán, akkor a Jim mondja, hogy én nekem csak a joe kell gyorsabban futnom, nem az oroszlánnál. Tehát én soha életemben nem vettem részt olyan forradalmi dolgokban, hogy így mondjam, ahol közvetlenül az oroszlánnal küzdünk. Tehát az a dolgunk, hogy, hogy a versenytársainkhoz képest, ha hiszünk abban, hogy olyan szakmában vagyunk, amire tíz év múlva is szükség lesz, és a business modellünk olyan, hogy nem tűnik el, mint mondjuk a lóvasút 1893-ban, akkor, akkor, akkor ezek a baromi nagy jövendőlések nem... Tehát az fontos, hogy lesz-e lóvasút, vagy lesz-e autó. Meg az is fontos, hogy ne szökjön a levegő. De most arról beszélni, hogy az általunk gyártott Wi-Fi rúterekből a vevőnk 2 milliót fog tudni eladni, 1,6 milliót, vagy 2 egész, ez nagyon jót lehet, éjszaka kávézás, vagy nem tudom, borozás közben, ezt nem teszem, de, de, nem nagyon látom ennek tetejét ezeknek a jövendőléseknek, hiszen most gyárakról beszélünk, de beszéltek olyan cégekről, érdekezőek szintén, ahol kereskedelem van, tehát a ráhatásom a fix költségekre hat hónap távlatában nincs. Tehát nem nagyon vagyunk olyan önálló aktorok, és ez szerintem a magyar cégek nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékára igaz, és ez egy alulbecsülés, akik, akik ne olyan vevői és piaci indikátorok alapján mennének, hogy ilyen meg kell látniuk a közeljövőt. A, a nagyon hosszú távban valahol az ott kell lenni, hogy veszek még ilyen technológiájú gépet, vagy nem veszek, de, a, de és a napokra, a következő napokban nagyon sokat lehet alakítani a következő hetek eredményén. A, jól értem, akkor a kulcsfogalom az alkalmazkodási képesség. A rövid a, és a hosszú. A, távú. Adott a, a gazdasági szituáció az mindig egy adottság, és hogy melyik cég hogyan tud ez alkalmazkodni, ez dönti el, hogy adott cég egyébként hogyan tud. helyzetről Olyan cégekről beszél, beszélek, amiben én dolgoztam az elmúlt 35 évben, mondom a Tesla és az Apple az nyilván teljesen más, de fogalmam nincs, hogy hogy kell egy ilyent vezetni. Akkor nézzük ezt a számok felől. Az utolsó lezárt üzleti évük, a 2021-es, akkor közel 16 milliárd forintos profittal zárt a videótól, holding 15,9 milliárd forinttal. A 22-es évet talán már körbelül látják, 23-as évre pedig feltételezem, hogy vannak üzleti terveik. Hogyan zárták 22-t, és hogyan számolnak 23-mal? Tehát egy fontos dolog, hogy természetesen nagyon profinak tűnő és klassz üzleti terveink vannak, de ez nem arról szól, hogy mennyi lesz az eredményünk, mert az annyi lesz, amennyi lesz. Tehát Azért én rá kérdezik, hogy ném, több lesz, az vagy a kevesebb, a... mint 16 milliárd. Nincs egy fiatal száma, de rendkívül meglepődnék, ha kevesebb lenne. Akkor nagyon komoly évközi könyvelési hibák történtek volna, de nyilván azért egy éves zárás, a tartalékképzések, az árfolyamok, tehát azért egy ekkora cégben ezek, ezek milliárdokban mérhető, egyébként sokszor technikai és nem a valós dolgot milyen érintő dolgok, tehát nem, de nem lett rossz az évünk, kopogjuk le, van itt fa is. 23-ban arról tudunk beszélni, most tulajdonképpen a tervtárgyalások egy 70%-án túl vagyunk, és főleg a nagyobb cégeinknél, tehát forgalomban még talán több is. De alapjában minél, és ez egy fontos, hát nem felismerés, de fontos kimondása volt az idei beszélgetéseinknek, hogy abból következően, hogy azért a technológiai és hozott szintünk és hozott értékünk nő, és ez a cél nyilvánvalóan, hogy hogy elindultunk kvázi bérmunkába 92-ben, és akkor lettünk egy rendes beszállító a 2000-es évekre, és akkor onnan megyünk tovább, hogy már a tervezésben részletünk, stb. Tehát lépegetünk fölfelé ezen a hozadott értékláncon. Az, hogyha fölfelé megyünk, akkor a fix költségünk egyre nagyobb lesz, és a változó költségünk egyre kisebb, de nem volt pontos, inkább pontosítok egyet, az anyagköltség ebben a szakmában az egy hatalmas szám, az annyi amennyi, az úgy nagyjából le van fixálva, amikor az ember egy terméket elkezd gyártani, akkor tudja, hogy x gram milyen műanyag kell hozzá, meg 160 darab olyan ellenállás, stb. Tehát ha ezt kivesszük a képletből, és egy átmenő tételnek tekintjük, ez megint persze leegyszerűsítés, akkor a maradék mondjuk 30 százalék az a hozzáadott értékünk, és annak mondjuk jó esetben a harmada, rossz esetben a semmekkora, közepes esetben az ötöde a nyereség. Na most ebben a 30 százalékban, vagy nyereség rész, nélküli részében ezek a költségek, a fix költségek azért egyre nagyobbak, ma az ember automatizál, akkor drágább emberei lesznek, kevesebb embere lesz, nagyobb gépek vannak, nagyobb értékű gépek vannak, aminek az amortizációja x évre előre be van programozva. Tehát az, hogy most 20 többet visznek el tőlünk egy alkatrészből, vagy 20 kevesebbet, az alapvetően változtatja egy adott termék nyereségességét, és ezt a rizikót, ez a szakmánk része, ezt mi visszük, egy várható értékre nyilván próbáljuk azt az összeget lenyomni, ahol a break-even, tehát ahol a nullpont van, tehát ha azt mondja a vevő, hogy százat fog vinni, akkor neki azt mondjuk, hogy oké, okay, de úgy kalkulálunk, hogy 60-nál már kijöjjön a mm. megfelelő eredmény, vagy 70-nél. De alapjában éve elején az, hogy plusz a középértékhez képest plusz 20 lesz, vagy mínusz 15, az minden egyes terméknél benne van. Amikor jött a, válság, most a Covid, annyi válság van, hogy már címkét is kell adni nekik, akkor, akkor senki nem gondolta volna a válság napján, hogy akkor a következő két évben a Dujitjóság fogyaték, tehát amikor otthon fúrunk, faragunk, szerelgetünk szerszámoknak, a forgalma 70 kal megnő, ezért 10 millió euróval több akkumulátort adtunk el kézi szerszámokba, mint előtte való évben. És arra se gondolt senki, hogy ha most el lehet menni nyaralgatni, akkor az emberek nem fognak kézi szerszámot venni. Van is most. Akkumulátorcellából három milliárdnyi készletünk. Tehát ezek nagyon gyorsan változó dolgok, és, és, és a videóton hál' Istennek elég nagy és divers ahhoz, hogy évvégén száz ilyen e, dolognak a eredője az, ami az eredményünk. Világos. A... Akkor próbáljuk meg a költségtényezők felől megvizsgálni az idei évet. Nyilvánvalóan ugye az alapanyagköltség, bérköltség, a energiaköltség most már egyre inkább meghatározóvá válik, a felvevőpiacok piacok alakulása és mondjuk a forrásszerzési költségek, úgy mint a forint árfolyam, illetve a hitelkamatok alakulása. Ezt így halmazban tekintve, egységében tekintve, hogyan látják a 2023-as évet, melyek azok a tényezők, amelyek nagyon meghatározóak? Pont az a logikánk, változó? hogy mi halmazban nem szoktunk hmm. akarni számolni, erre van két mondás is, nem tudom, éget lehet, hogy meg ki kell vágni, hogy nem politikai eléggé korrekt. Az egyik az, hogy tehát, hogyha egy korteremben négyen vannak, és ennek kettőnek 31 fok a hőmérséklete, és kettőnek 43,6, akkor hiába mondja az ápoló, hogy 36,1 az átlag, mert négy hulláról, vagy kvázi hulláról beszélünk. Tehát nagyon nem szabad összemosni ezeket a dolgokat, mert az ember összemossa, akkor nem veszi észre, amikor a külön vagy másik tipikus, azt mondja, hogy kéreti kivágni kell. Tehát egy átlag magyarnak ugye, nem egy magyarnak átlagosan egy melle és egy heréje van, de egy tipikus magyarnak nem. Tehát, tehát nagyon nem szabad az átlagokról beszélni. Egyébként egy McKinsey-től hallott mondást, tehát a copyrightot meg kell adni. Tehát az energia a mi szakmánkban iszonyatosan nagy tétel tud lenni, ezért mi Szeptemberben megmondtuk a vevőinknek, hogy havonta elszámolunk velük energia áral, akinek nem tetszik, azon nem kívánunk dolgozni. Ez egy nagyon kemény állítás volt, lehet, hogy ennek még nagyon komoly következményei lesznek bizalomvesztésnek, de megmondtuk transzparensen, így néz ki az árunk, így veszük a, nem tudom, MVM-től, vagy a Csesztől, vagy bárkitől, megnézheti a havi számlánkat, mert, és most jön megint azt, hogy az átlag miért életveszélyes. Van a Videotonnak olyan cége, ahol eddig 10% volt az energiaköltség, és a tavalyi vészhelyzet alapján számolva az 50 ra ment föl, tehát 100-ról 140-re ment föl a termék ára, mondjuk a galvanizálás a festés. Hogy nyilvánvalóan, ha hát az ember nem viszi napi szinten, akkor, akkor kár kinyitni. Vannak olyan tevékenységeink, mint egy alkatrészgyártás, műanyag, fémmegmunkálás, ott mondjuk volt 3 az energia, és lett 18, vagy lehetett volna, mert ma csak 9 vagy 8, és éppen ezért mozgó árakkal dolgozunk. És van a szerelés, ahol egy csomó alkatrészt összeszerelünk gépekkel vagy emberekkel, ott azért ez eddig fél százalék volt, és most lett három százalék vagy másfél százalék. Most megint, hogyha ezt én egy számként mondanám itt el, akkor magamat is, meg minden hallgatót félrevezetnék. Tehát ez egy átmenő tétel, ugyanígy az elektronikus alkatrészek áraiban úgy dolgozunk a vevőkkel, hogyha a vevő, a szállító megemeli, mert azok világcégek, akik zsarolják az egész világot, mint a újságokból látható, és hogyha azt mondja az X vagy Y, nem mondok neveket, de mindenki tudja az újságban, hogy van 20 ilyen cég a világon, aki így céget gyárt, tehát csipeket, megemelte az árat, megmondom a vevőnek, hogy semmi gond, nem gyártok, hanem akarja, de hát ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogy egy helyet kettőt fizetek, és neki egyért adom el. Tehát az anyagot és az energiát így kivettük a rendszerből. A, Bocsánat, jól értem, hogy havonta ároznak a vevők felé, ez a lényeg ennek Ennél a kérdésnek? Az energia, az havonta, azt most vezettük be, eddig az energia nem volt beszédtárgya, mm. tehát a ártárgyalásokon 31 éve csináljuk, ebből 30 évig ez De nem volt alkalom, a beszélgetés tárgya. Az anyagoknál tipikusan inkább negyedéves elszámolás van, mert azért a szállítók se naponta változtatják az árakat, tehát ilyen negyedéves, féléves árazás van. Mm. De ez mindig is így volt, mert, a, mert hogyha rézalkatrészt gyártunk, amiben a anyagköltség 80 hát ott a részára simán 30 a fölé megy egy ciklusba, tehát ez automatikus, ez egy komoly munka, de ez, ez egy szakma. Akkor itt az újdonság a havi elszámolása, az energia az miatt. elmagyarázása, hogy milyen költségtényezők vannak, mi a fix, mi a fűtés, mi a gép, ennek a mérése, végiggondolása. És Azáltal, hogy foglalkozunk vele, és ez mindig így van, hogyha egy gyártást nézünk, ha az ember oda megy 10 percre egy gyártósorhoz, annak javul a hatékonysága, mert látják, hogy figyelünk rá. Ugyanez van az energiával. Tehát, tehát adaptívan rendszer, evolúció van. A, a, Bocsánat, mennyivel nőttek az energiaköltségeik, és mennyivel csökkentek, ha csökkentek, az energiafelhasználás tekintetében? Az energia árakra én azt mondanám, hogy megint forint és euró és gáz és villany és víz, ez három különböző dolog, de és azt minden. mondanám durván, hogy a gáz ára a világban volt 15 és 40 euró között, aztán fölment 200-ra, és most 60. És ugye ennél a válasz, hogy kicsit kisebb a mi változásunk, hiszen a magyarországi átviteli költségek, stb. Ezek, ezek azért fixebbek. Az áramban is nagyjából ezt lehetett mondani, hogy a 20 forintból volt, hogy 180 most talán. 80, nincs a fejemben a pontos szám, de de ugye a őszi legrosszabb árakhoz képest most körülbelül a felén vannak a dolgok. És hogyan szerződtek le 23-ra éves nem szerződésük? Nem le. Ennek legalább két oka volt, az egyik, hogy senki nem akart leszerződni velünk, a másik az, hogyha akartak volna, se szerződtünk volna, mert nagyon csúnyán néztek ki a, a, a határidős árak. Tehát mi napi szerződésen megyünk gázzal, szep október 1 óta, árammal január 1-e óta. Hogy látszik, havi, ha most havi most átlag látszik ott... hogy ez volt a jó döntés, és nem hosszabb távra lesz szerződni, mondjuk 22-23-ra. Hogy, hogy a francia forradalom végső mérlegét talán még korai megvonni, tehát e, e, igen, rövid távra most már fixálunk gázt, tehát, de de független a gázszerződéstől, tehát a piacon fixáljuk a gázárát, és van egy napi árunk, és nyilván a kettőhoz egy eredményt, de hat hónapnál hosszabb időre, ami lényegében ugye három, mert nyáron nem fűtünk olyan sokat, tehát ö, azokat lefixáltuk, az se biztos, hogy jó lesz, de az már egy olyan szám, hogy ha most 60 euró körül fixálunk, a korábbi 30-hoz képest, akkor maximum 36 bukhatok ahhoz képest, de megint 200 lesz, akkor ahhoz képest 140-et, tehát ez egy, egy ilyen önvédelem, és ezt ugye megszondáztuk a vevőinket, és azt mondják, jó, ez nem történik hülyeségnek. Tehát most visszamegyünk nyáron, hogy 60, és akkor 30 lesz, akkor nem nagyon lesz miért kiabálniuk, mert azt mondjuk, hogy 60 lefixáltuk, megmondtuk. De ugye ez egy új házi feladat volt, minden egyéb munka megmaradás. És az energiafelhasználásuk hogyan alakult? Elmitettem, hogy már csak a vevőink is hallgathatják, tehát nem biztos, hogy megtakarításainkkal pont itt kell büszkékedni, mert ez még egy alkutartalék a rendszerbe, de, de mérhetően, de ugye nyilván a fűtésbe azért a, a időjárás is szerepet játszott, nem csak a munkatársaink zsenialitása, de érezhetően, de áramban kevésbé, gázban jobban, ezt ki lehet mondani az az most kezdődött tőinképpen, mert ugye még kényelmesen meg volt a tavalyi a belső izgalom se volt akkora. És akkor még ugye a faktorok közül talán a bér az még nem került érintésre. Tehát alapvetően megváltozott a bérstruktúránk az elmúlt 20-30 évben. Ahogy mondtam, a direkt dolgozók, aránya teljes csapaton belül csökkent, és ugye ők azok, akik, ha nem is, hál' Istennek már nagyon rég nem minimálbért fizetünk, de abban a range vannak, abba, azon a szinten vannak, ahol még a minimál bér emelés hatása, hogy egy 3-400 ezer fontos fizetésig úgy végigmegy valamilyen a szinten a rendszeren, hogy, hogy ezek az aránya csökkent, ugye ezek azok a pozíciók, ahol feltéve, hogy tisztességes, normális, szorgalmas dolgozókat alkalmazunk, és ez így van, hála jó Istennek. Ott azért csodák nincsenek, tehát hogyha van egy gép, ami négy szekundumonként kell berakni, vagy 14 szekundum alkatrészt, akkor azon nagyon nagy csodát nem tud. Nyilván az ember, hogyha akkor megy ki a amikor épp a gép nem igényel, akkor lehet 3%-ot akár javítani, de ez a játéktér. De ugye egy szoftveresről tudjuk, hogy egy jó szoftveres és egy kevésbé jó szoftveres között ötszörös output különbség lehet. Tehát ahogy megyünk a bonyolultabb dolgok irányában, kilóra összességében annál nagyobb a fix költség, az overhead a magasabban képzett embereknek az aránya, ahol már legalább akkor a kérdés, hogy Mennyire hatékonyan dolgoznak, mennyire jól szervezik meg a folyamataikat, mennyire tudjuk megoldani. Hogyha 14-en csináltak egy funkciót, és megnő a forgalmunk 30%-kal, akkor csak 15-en legyenek mondjuk minőségi mérnökök, mondtam egy számot. Ugye, ugye innen kezdve már nem a 2% béremelés különbség válik a, a meghatározóvá. Tehát, tehát ez egész logika teljesen által, Itt sokkal fontosabb, hogy fölvállalják a kollégák és mi is a vezetők szintjén, hogy a jó és a majdnem olyan jó között sokkal nagyobb különbség legyen, mint korábban. Megoldani azt, hogy aki felül teljesít, annak, annak akár alkalmanként jutalmat adjunk, ennek meg legyenek a módszerei. Magyarországon ez a nézzük az egymás zsebét dolog, az ugye közismerten, hogy mondjam, az átlagnál gyengébben teljesítünk ebben a morális kihívásban, és, és tehát erre vigyázni, az emberek elfogadják, hogyha az X valamiért kap pénzt, ha te is csinálod azt, akkor te is kapsz, de, de az, hogy te tudnád, de nem csinálod, azt sajnos nagyon nehéz díjazni, és az ezek egy napi szinten is előkerülő felvetések. Tehát a, bér bértömegről érdemes idő után beszélni, nem bérszintről ezeknél a dolgoknál is folyamatokról. Ö, és ugye az árfolyam még itt volt. Sajnos én is minden... azok közé tartozom, akik szeret, Mások zsebében kutakon, Tehát azért mégiscsak megkérdezem, hogy mennyi volt mondjuk az átlagos béremelés, vagy sávosan ö, ö, dolgozták ezt ki 2020-ban. Cégenként, évre. és tehát cégenként, funkciónként, tehát én tényleg az átlagokról nem azért beszélek, hogy titkozódzak, mert elmondok részleteket is, csak, csak gyűlölöm az átlagokat. Uh -huh. De amit itt el lehet mondani, hogy a legalacsonyabb fizetési kategóriákban ott nyár végén ott ott, 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 nagyon sok gyárunkban egy rendkívüli emelést alkalmaztunk, ami azoknak az embereknek a, a tavaszi vagy téli emeléshez képest még ilyen akár 10 százalékfajnak plusz volt, és ugye ez megint egy kérdés, ugye még idei bértárgyalások nincsenek meg, hogy azt egy infláció kompenzálásnak tekintjük, azt hát, hogy már velem van az ideibe, vagy hát abból egy része, értsétek bele, az időbe. Tehát ez egy, tehát ez megint olyan dolog, hogy a, a évente 4%-11%-tök mindegy, ből ez átment egy ilyen, mint az energiánál is egy ilyen folyamatos őrlésbe. Tehát azt gondolom, amíg az újságban vannak, hogy mik lesznek az átlagos várható béremelések, ez ilyen, mennyi, nem az újságban, inkább azt mondanám, hogy az, az érdemi médiákban, hiszen nagyon sok média nyilvánvaló ilyen clickbait alapon, hogyha uh -huh. egy helyen nullát emelnek, vagy egy helyen 30 ot emelnek, akkor nem azt a 400-at fogják megszólítani, aki 11,3 és 13,2 között emelte a béreket. tehát azt gondolom, hogy itt ami az újságokban szerepel, vagy a mértékadó médiákban, hogy ez a tizenkevés százalék, ez úgy. De, de tényleg látszik, hogy az infláció, Mérése sem olyan már, mint régen, azáltal, hogy különböző termékcsoportok kilőttek, meg utálok jósolni, de az az érzésem, hogy egy számos dolog bizonyosan elszakadta a termési költségektől, legyen ez az energia, mint amiről pontosan látjuk, uh -huh. hogy nyilvánvaló egy LNG nem, nem azért kerül ma négyszer annyiba Amerikából, mint, mint három éve, mert annyival drágább a kutak üzemeltetése. Én nem járok közértbe, de amit hallok, hogy mennyivel többe kerül a kaja, hát nem tudom elképzelni, hogy annyival többe kerüljön annak az előállítása. Ez nem azt jelenti, hogy akár a spár, vagy most mondtam egy szegény, vagy akár az X tej gyártó harácsolt össze, uh -huh. lehet, hogy a, a alattuk levő beszállítók, de általában az egy igaz állítás hogy egy ilyen inflációs környezetben először a vállalatok járnak jól, mert ők rövid távon áthárítják a költségeiket a fogyasztókra, lásd videóton energia, bármi. Aztán ennek megjön a bőjtje, hogy kevesebbet fognak az emberek venni, és akkor kevesebb árulra lesz igény a piacról, és akkor jön az igazság pillanata, hogy ki volt az, aki a jó nyereségből extra nyereséget csinált, ki volt az, aki a áremelésekkel a nulláról, vagy a kis mínuszról, vagy a kis pluszra, no, ezek fognak kihullani akkor, amikor a kereslet visszamegy, és nekem nagyjából ez a tippem. Ön érzékeli azt a hatást a piacon? Említette, hogy nem jár boltba, de azért mégis van nyilván fogalma arról, hogy, hogy hogyan alakultak ott az állat, de akár az ipar egészét is, hogyha nézzük, hogy hogy sok helyen az indokoltnál, ugye ezt nehéz definiálni, mi az indokolt és mi nem az indokolt, de hogy az indokoltnál nagyobb mértékű áremelések történnek? Nincs ehhez elég adatom, hiszen én magam tudom, hogy a videótaláltal gyártott több ezer vagy akár több tízezer termékek közül valaminek kettő kal emeltük az árat, és valaminek 22-vel vagy 32-vel, függen attól, hogy milyen alapanyag van benne. Tehát itt is nagyon, nagyon nehéz ráhúzni valakire a vizes lepedőt pontos analízis nélkül azt föntartom, hogy mondtam, hogy egy infláció, tehát amikor egy részben egy alapanyag és erőforrás hiány által is generált infláció van, tehát szűkös az anyag, akkor akinek van, az hát nyilván megpróbál. A mi szakmánk az nem ilyen, mert mi transzparensen dolgozunk, tehát mi részből dolgozunk, akkor a vevőnk megnézheti a részvilágpiaci árát minden nap, és a drága alkatrészeinknél a vevőnk is ismeri a szállítónk árait tehát mi nem nagyon tudunk ebbe hatalmasakat, de nyilvánvaló egy, 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 ilyen nagyon egy kenyérnél vagy egy, 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 sajtnál ennyire nem végigkövethető a, a, az alapanyagok útja, és nem tudjuk, hogy hol történt az az áremelés, tehát mondom, ne a sajtkészítőket fejét üssük le elsőre, mert nem tudjuk, mert lehet, hogy a tehenek oltásának emelték meg 40-szeresére az árát, vagy bármi mást. Erről egy Monty Python jelenet ugrott be a sajtkészítőkről, de ezt most adjuk is. A, mennyire folytja meg a vállalati hitelpiacot az, hogy a Nemzeti Bank 18, illetve 13 százalékon tartja a kamatait? Ugye az előbbi érték az az, irányadónak tekintett egynapos betéti kamat, a 13 százalék pedig az alapkamat szintje. Szóval ha a forrásszerzési költségek felől nézzük, akkor ez mennyire folytogató? Iszonyatosan széles a spektrum a vállalatoknak, hiszen egy vendéglőnek az a legfontosabb, hogy legyen vevője, meg, meg ne legyen drága konkrétan az alapanyag, de nem, nem tőkeigényes dolog, most nyilván, hogyha valaki most épít lakóparkot vagy gázerőművet, ott ez, ez egy teljesen más képlet. Tehát e, nyilvánvaló, hogy az, hogy ennyire kellett emelni a kamatot, és úgy tűnik, hogy ennyire kellett emelni, most lehet, hogy egy kicsit ügyesebb lett volna az emelő, akkor most a kevesebb lenne, de azt nem gondolom, hogy öttel. Tehát ez adottság, ez és itt visszatérünk arra, hogy a rövid és a hosszú táv. Tehát nyilván valamit nem olyan baromi jól csináltunk, hogyha körülöttünk levő országokban nincs ilyen magas kamat. Tehát, tehát azt, hogy itt Moldova könyve volt, hogy a fűszálak is rossz irányban nőnek a focipályán, ezért nem rúgunk Tehát, tehát ezt, ezt én nem gondolom. Tehát valami valahol félre ment, hogyha ilyen magas a kamat, de nem látom, tehát nem a tőke hiányban látom és, és a sok év óta nem abban látom. Tehát nagy képű és cinikus egyben talán, mondok, de, de, de komolyan gondolom, és kérhetik ettől a felülettől megszabadítani a mondást. A Videóton jelentős nyereséggel dolgozik, régóta tisztes osztalékot fizetünk. Videótonként is vannak pénzügyi tartalékaink, és magánemberenként is vannak. És nem lógnak a nyakunkon az emberek, hogy ők, van egy cégük, ami csinál egy milliárdot, ha most mi jönnénk, akkor tudnánk együtt hármat csinálni. Nem lógnak a nyakunkon. Tehát vagy nincs kedvük hármat csinálni, vagy nem, nem olyan jó a szakmájuk, hogy hármat tudnak csinálni, vagy remélem találtak pénzt hozzá saját forrásból. Azért az állam egy csomó lépést megtett, megint egy kérdés, hogy egy más úton, egy más államnak ezeket meg kellett volna-e tennie, de ha már ott voltunk, megtette, és ezt, ezt, ezt vissza kell igazolni, mert rövid. Ugye most ez a Baros Gábor program meg lett hirdetve pár napja. Meg lehet vitatkozni, hogy ki kapott az mnb nek a százmilliárdjából, vagy ezermilliárdjából, ki nem. Érdemes is megnézni persze a listát, de ugye az is a forrásköltségeket csökkentette. Másik oldalról nincs pénz mondjuk. A High Ventures ugye a fiatal cégeknek ad pénzt, és a szakmában az a, a újságokban is a folyamat. Hát ez nem jó, mert itt túl könnyű állami pénz van, és gyenge startupokat finanszírozunk. Tehát, tehát, nem lehet egyszerre azt mondani, hogy túl sok a pénz, és túl kevés. Tehát mindenkinek megvan a nünüké, amivel végig túl nézze a podcastokat, és akkor az egyik irányból, hogy mondjam, sok a pénz, a másik irányból kevés a pénz. Én azt gondolom, hogy ami kevés, az a versenyképes tudás, ötlet, drive, videótonként is, Bravo Groupként is nagyon sok akvizíciót nézünk meg, és nulla körülni van, mert nem nagyon vannak, hogy van valami, és csináljuk együtt nagyobbra. Az emberek eladni akarják, akkor a pénz nagyon nehéz. Tehát nem a pénzben látom az első. Szeretném, ha ott tartanánk, hogy az lenne valóban a főbeszélgetés tárgya ebben az ügyben, hogy itt van a végtelen sok dolog, és a külföldiek elviszik az ötleteket, mert ők olcsóban hoznak pénzt. Mert ez egy olyan indikátor lenne, hogy a magyar tőkeellátás a szűk keresztmetszete a magyar gazdasági növekedésnek. Ami inkább onnan nézném a dolgot, hogy milyen szegmensei vannak a magyar gazdaságnak, most nem iparágak szerint. Ugye a külföldiek részarányra egyre nagyobb. Miközben, mondjuk úgy, hogy a headline politikai szándék, mintha az lenne, hogy ne így legyen. Van egy fölvállaltan, ezért itt is lehet beszélni, fölvállaltan egy kedvezményezett szegmense a magyar gazdaságnak, akik pénzt, paripát, fegyvert és minden egyebet, ami még eszükbe jut, megkapnak hozzá. És akkor van a harmadik, és ez a harmadik, ez nem nő olyan nagyon. Tehát, a magyar KKV-król beszélünk. Nem csak a KKV-król, mert most a, tehát a magyar beszélgetésekben és a német beszélgetésekben a KKV definíció különböző, mert Németországban egy 500 millió eurós is egy mittelstand lehet, hogyha egy család kezébe van, és ugye beszélünk most 200 milliárd forintos éves forgalomról, az egy szükörben tulajdonba tartott vezetett cég. Míg Magyarországon KKV-ként állandóan a 17 emberes cégre gondolunk. Számomra a jól fejleszthető középvállalat, az tényleg onnan indul, hogy csinál 200 millió forint nyereséget egy évbe, és akkor mikor fog egy milliárdot csinálni, hogyha a tulajdonosok, a finanszírozók jó ötletekkel összeállnak. Tehát abban reménykedni, hogy a ma 10 millió forintos, nyereségű cégből egy milliárdos lesz, az mindenkinek rubik kockát kéne, és iPhone-t kitalálni, és annak az esélye az meglehetősen. Szerintem a nagyon a fontos dologra tapintott most rá, erről kérdezni is akartam. Tehát a, a magyar gazdaság szervezése kívülről nézve tűnhet olyannak, ahol a, a forrásszerzésben meghatározóvá vált az állam szerepe. Tehát a különböző Hiteltámogatási, hitelprogramokon keresztül, mint hogyha az állam tudatosan akarna egy elég nagy szeretet kihasítani ebből a piacból, ami részben gazdasági, és feltételezem részben politikai függőségi viszonyt e, tud eredményezni magyarul, mint hogyha az állam önmagát egy megkerülhetetlen szereplővé akarná tenni. E, egy olyan szegmensében a, a, a piacnak a gazdaságnak, ahol egyébként normális gazdaságszervezés mellett a, 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 a bankoknak lenne ja. ilyen meghatározó Erre. szerepe. Hasonlóképpen látja ezt? Én már örökre ilyen belga maradok a klasszikus vicc értelmében, tehát soha nem szidom eléggé és soha nem támogatom eléggé éppen uralmon levő kormányt, ezért, ezért senki nem kedveli, amit mondok. Tehát egyrészt azt, hogyha az állam forrásokat, bocsájt, a bankok részére olcsó pénzért, hogy disztributálják, ez szerintem egy legitim gazdaságfejlesztési stratégia. Én ezt nem támadnám. Én arányokra gondoltam. Azt, hogy ezt hova kerül, ezen nyilvánvalóan lehet vitatkozni, de hát ez, erre vannak oknyomozó újságírók, akik hatalmas statisztikákat, tehát ezt nem itt és most kell kianalizálni. De alapjában nem, a, nem látom azt, hogy óriási ötletek lennének nem finanszírozva, és visszatérve az előzőre, a, amit valamilyen nagyon kulturált módon a központilag irányított forrás alokáció, nem tudom, mit mondod, ott azt gondolom, hogy egy nem ismerem, hogy van-e mesterterv, és hogyha, és nem is látok milliméter pontosan kirajzolódni, de azt azért kijelenteném, ami azt mondom önmagában logikus, és ez messze nem azt jelenti, hogy én így csinálnám meg. Azt jelenti, hogy nagyon sok ország így csinálja, de van, aki így csinálja. Tehát az, hogy azért oda kerülnek ezek a források nem annyira a tágabb értelembe vett szabadpiacra, hanem ott, ahol az államnak mint szállító, mint szabályozó, mint vevő szerepe van. Tehát azt a klasszikus szabadpiacot, amelyikben videótonként dolgozunk, azt a dolgok nagyjából nem érintik. A videóton hozzáfér saját és banki forrásból, ha kellene, de el vagyunk nagyjából a nélkül. bőven ahhoz, amennyi ötletünk van. Tehát minket is az ötleteink, vagy a rendelkezésre álló humán erőforrás limitál, nem a tőkénk. És videótont a elmúlt 10 év, de akár mondhatom az elmúlt 30 év kormányzata, tulajdonképpen Egyszer 95-ben csesztettem, ami elég vicces volt, de mindegy, már unokáink se fognak rá emlékezni. De mondhatjuk azt, hogy 27 éve legalább békén hagyott minket mindenki. Tehát ezek után én nem mondhatom azt, hogy hú, mit csináltak a fiúk, mert olvasom, hogy mit csináltak a fiúk, de akkor nem mondhatom, hogy velem csinálták. Tehát létezik olyan pálya, ahol szabadpiacon lehet dolgozni. És ehhez nem elég az ötlet, nem elég a képzés. Az egy másik kérdés. és, én, és én mondom, Bocsánat, hogy a lát... látja a torzulás jeleit? Mihez, a, így, ebben így, a. Ebben nem, a. Leírásban. Azt amiben én a gyengeséget érzem, az mindig is gyengeség volt. Tehát a torzulás jelei ez, ezt, ezt én így nem mondanám, a torzulás az az, hogy nem javult az oktatásunk annyival, amennyivel kellett volna. Tehát azt, amivel az 30 év alatt javulni kellett volna az oktatásunknak, mert bocsánat, tehát az, hogy olyanok az oktatáskutatók ellenzékként vagy kormányon ugyanazt mondják, de úgy, hogy nem történt semmi, tehát tehát ilyen, és ez egy kicsit nem igaz, de történtek azért a talán a magyar idén egy-két jó szándékú dolog, az, hogy ennek a átütése mennyi volt, az egy hmm. másik kérdés. De ezekben látom a dolgot, tehát a másodlagos dolgokban. Tehát ha azt mondjuk, hogy, hogy nem eléggé látják azt a fiatalok, hogy itthon sok jó ötletből, szabadpiaci alapon jó dolgokat lehet csinálni, ha ezt hívjuk torzulásnak, akkor... De erre van egy, 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 egy gondolat, ami nem az enyém, de sok embertől hallottam, itt élő külföldiektől, főleg magyar származású külföldiekkel, akikkel tényleg bensőségesebben lett megismerték a történelmet. Hogy az, hogy a rendszerváltás előtt ez egy olyan bulizós kommunizmus volt, hogy ennek mekkora a ráhatása a rendszerváltás utáni szemléletmódnak, ezt valószínűleg alábecsüljük. Hm. Nagyon sok ilyen pattern, nagyon sok ilyen stiláris megmaradtak, tehát hogy nem volt Magyarországon akkora reveláció a kapitalizmus, mint akár azt mondom, hogy Bulgáriában, vagy Romániában, vagy Csehországban, ahol egy 50 évvel előtte talán virágzóbb kapitalizmus egy keményebb kommunizmussal lett ellensúlyozva, ezért a rugó nagyobbat lökött fölfelé. Tehát, tehát én, nem gondolom, hogy konkrét intézkedések torzulása lenne a meghatározó, hanem ha valami, akkor a dinamizmus, a szemléletváltás, a siker értelmezése, a, a... nekem a fiam azt mondja Amerikával, hogy figyelj, ti szalámi vagytok, mondja nekem is, az a sok flikflak, és, és én meg azt gondolom, hogy hogy mi működünk, az, az Magyarországhoz képest a flikflak mentes. Tehát... Világon. Az egyik legélek, legélesebb vitamost a magyar iparpolitikát, illetően az akkumulátorgyárak ügyében zajlik. Hogy látja ezt a kérdést? Dominálnia kell a környezetvédelmi szempontoknak, vagy pedig az iparpolitikai szempontok a fontosabbak? Mint általában azon, nem jó a kérdésfeltevés. Tehát vannak a dolog a problémák, csak Szerintem nem ott, ahol. Mert nézzük ezt az egész környezetvédelmi kérdést. Hülye pillanat, csak azt próbálom mondani, hogy mennyire nem egyértelmű, hogy mi. És én nem mondom, hogy az akkumulátor egyáltalán nem, mert nem tudom, honnan tudnám fogalmazni, nincs szakértők vannak. De azt, amikor én nagyon zöld akarok lenni, és szóba, jut, hogy a feleségemnek van egy 12 éves öreg, sport, öreg sportkocsi, hogy hát akkor vegyünk helyett a városba itt egy elektromosat. És azt 6 perc alatt tudtam kiszámolni, az évi 8000 kilométerrel, amit ő baromi izé, CO2 le kéne lőni, ha elmegy a kapuból alapon, pontosan a következő 20 évben egy hetedét fogja a környezetnek ártani, mintha legyártunk egy vadonatúj elektromos kocsit, annak a vasait, az drótjait, mindent jó környezetszennyezően szennyezően legyártjuk, majd utána akkumulátor, stb., majd akkor évi 8000 kilométeren baromira nem függ. Tehát magyarul azt, hogy pontosan mit jelent egy akkumulátor a környezetre, azt azt, azt tényleg nem gondolom, hogy közmeghallgatásokon a legtriviálisabb. Tök jó lenne, ha lennének róla számok, mert érdekelne, mint mérnök. Meg az akkumulátorüzletben még, ha nem is a nagyokban, ilyen kicsiben érdekeltek vagyunk. A másik dolog, ami ennél számomra sokkal fontosabb, hogy úgy gondolom, hogy a döntéshozók továbbra sem értik meg, hogy mi a különbség a Hankok vagy Goodyear és a Suzuki között. A Hankok vagy gumigyárak, nem tudom, mennyi műanyagot vesznek, ugye Tisza újvárosában honnan épp lehet venni, de alapjában behoznak koreai, amerikai gépeket, jó magas áron, arra kapnak óriási támogatást, viszonylag nem túl sok ember ott dolgozik, és utána a gumi elmegy az autógyárakba. És ebbe aztán magyar hozzáadott érték nincs, maximum, hogyha takarító vállalat, és kis túlzással. Még egy Suzuki, ami jött 80 valamennyibe, és nem biztos hogy a legmodernebb kocsi, de annak máig is 22 magyar kisvállalat gyártogatja a csavarjait. Meg azok. Tehát ezek nincsenek megfelelően figyelembevéve. véve. Amikor idejön a BMW, az egy hatalmas lehetőség lenne, de mindenki elkönyveli nulláról, hogy a BMW-nek egy magyar cég úgyse szállíthat be, ez nagyjából igaz is, tehát egy videóton sem kérdeznek senki, de ennek vannak szakmai okai, de az, hogy a BMW beszállítóinak a beszállítói a német, amerikai cégek, ne a saját cégeit hozzák ide, hanem magyarok kerülnek helyzetbe, ez az elmúlt 30 évben senkinek komolyan nem jutott az eszébe. Tehát sőt, nem mondok nyilván neveket, de a legnagyobb magyarországi ipari befektetőknél tudok több olyat mutatni, ahol a magyar beszállítás csökkent az elmúlt években, a nyugat-európai beszállítás, mert ha már kiülül a német, akkor inkább oda visszük vissza. Tehát ezekben vannak, tehát a, ami a cél lenne, mert nagyon hosszan mondtam, hogy az FDI tök jó, vertikálisan integrált termelés, amiben a második-harmadik szinten forszírozottan szóba jönnek helyi cégek, és azok jöjjenek ide, és azok az iparágak jöjjenek ide, amelyikben ez a lehetőség van. Amennyien én látom, az akkumulátor nem ilyen. Mi ugyan Kelet-Európa talán második legnagyobb akkumulátor szerelő cége vagyunk, mert a, a tolókocsiktól kezdve a kéziszerszámokon át, nem tudom, 150 millió Cellát használunk egy évben, ami egy szemmel látható mennyiség. Ezzel együtt amikor el megkerestük ezt a négy-öt nagy céget, közöttük, hát nekik angolra nincs lefordítva a rajzuk, mit keresünk mi. A következő 17 évre megvannak a távolkereti beszállítói. Tehát én ezt látom problémát. A következő kérdésem sem fog akkor tetszeni önnek, mert nagyon leegyszerűsíti ezt a helyzetet, de ha ön Debreceni lenne, támogatná, vagy nem támogatná a kínai akkumulátorgyár oda telepítését? Egy, valószínűleg én egy ilyen nagyon nem ön, tudatos vagy, hogy mondjam, nem tudatos ember, vagy valószínűleg nem foglalkoznék ezzel annyit, amennyit kellene, de tételezzük föl, hogy valamilyen ok miatt involválva vagyok, akkor szeretném megérteni. Tehát, tehát azt mondom, azt, hogy kiáll valaki, aki azt mondja, hogy ez a világ legtisztább technológiája, és kiáll egy másik, hogy azt mondja, ez a legpiszkosabb, akkor abból számomra egy dolog következne, egyik sem mondott igazat, és akkor na, nézzük a Wikipédiát. Tehát, 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 nagyon, tehát nem, én nagyon nem szeretem a leegyszerűsített válaszokat, de ha az lenne a kérdés, hogy BMW gyár menjen Debrecenbe, vagy akkumulátorgyár, akkor egy könnyű válaszom lenne, hogy BMW gyár. És az lenne a kérdés, hogy két BMW gyár menjen, vagy egy akkumulátorgyár. Még valószínűleg akkor is azt mondanám, hogy két BMW gyár. De az akkumulátor technológia sem egyfajta, nem mindegy, hogy milyen mélységét csinálják, nem tudom a kémiai folyamatokból hol mi van, de ahogy azt gondolom, hogy az valószínűleg igaz, hogy ezek a Small Module Reactor, tehát ezek a kis atomerőművek, az elsőt most engedélyezték Amerikában, talán tegnap előtt valami közös fázist, az kevésbé gáz dolog, mint a Csernobil. Tehát mondhatjuk azt, hogy ne legyen atomerőmű, valószínűleg hülyeség. Meg vagyok győződve arról, hogy létezik olyan atomerőmű, amit nagy valószínűséggel érdemes építeni. Nem tudom, ez az érzésem. De ezt nem lehet egy bitbe elmondani, hogy atomerőmű, aztán nem. Azért, hogy az épp most lebombázottat áthozzuk Ukrajnából, akkor valószínűleg azt az, az nem kéne ez az atomerőmű. A, egy kérdésre maradt még időnk, meg egy nagyon rövid válaszra. Ajaj. Igen. Uh, Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról a napokban egy sajtó, Tájékoztató, nem is tájékoztató háttérbeszélgetés keretében, hogy személy szerint nem annyira lelkesíve az Európai Uniónak, de a gazdasági érdekeink odakötnek erősen. Sokféle értelmezésre született már ennek a kinyilatkoztatásnak, sokan arra a következtetésre jutottak, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Mennyire tartja ezt reálisnak? Először is egy ilyen okos ember mondatait úgy vizsgálnám, hogy megpróbálom rádumálni, hogy egy ilyen. Functional ephemerába e e e üljön be, és az agyába pontosan mit gondolt, amit mondta, az egy, az egy, sokkal izgalmasabb nézőpont lenne. Tehát azért ilyen szinten azt gondolom, hogy mit mond valaki, és mit gondol, az legitim módon sem kell, hogy száz lefegye lefedje egymást. Azt, tehát hogy nem, mi az, ami zavar, és amitől félek? Ez, ami, 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 tehát azt gondolom, hogy én 61-ben születtem, 76-ban volt lehetőségem családi okokból lenni Amerikába, nem tudom, egy hónapig, két hónapig, és úgy jöttem haza, hogy Hú, hát ez a McDonald's, meg hitelkártya, ez bazió, ilyeneket kéne csinálni apu. És akkor mindenki azt gondolta, hogy ennek annyira tetszett, hogy én majd diszidálok. És tulajdonképpen egyszer volt olyan, hogy gondolkoztam rajta, hogy ha besoroztak volna a katonának, akkor elmentem volna, én annyira pacifista vagyok ilyen dolgokban, meg nem bírom a rendet, meg az utasításokat. De egyébként mondjuk azt, hogy 76-tól nagyon soká, és most nem mondanék határvonalat, mindig olyan történt ebbe az országba, hogy azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez arra közeledik, ami, amit, amit, amit azt mondtam, hogy ez olyan jó. Meg, meg, utaztam sokat, meg az Európa, tehát számomra egy trivialitás, hogy, hogy én egy némettel, egy franciával, egy norvégel, egy spanyollal a golfpályán találkozunk, és tök mindegy, hogy az ács vagy vállalatigazgató, akkor, akkor van mit beszélnem, és nagyjából hasonlóan gondolkodunk. Tehát, tehát ez bennem adott. Tehát minden, ami, arról van szó, hogy mi 27-szer vétózunk, meg mind hülye, meg Amerika is, az, az ijesztő. De most azt, hogy ebben mi a kommunikáció, és mi van valakinek az agyában, tehát ha komolyan gondoljuk azt, hogy mi tudjuk a tutit, és az Azeri elnöktől tudunk csak tanulni, meg a töröktől, és mind a 27 másik, meg Amerika együtt hülye, és rossz híren mennek, e -e ez az embert megijeszti. De a másik oldalról e -e azt nem elfogadom, de tudomásul veszem, hogy a politika egy szakma, és az egy szabadfogású szakma, szabadfogású, mint aminek én gondolom, és azt gondolom, hogy az, hogy még nem is futott át a fejemben ilyenekkel foglalkozni, abban benne van az, hogy a szabadfogásnak az ilyen szintjét valószínűleg nem, ilyen nagyon transzparens szakmákban nőttem föl. Tehát, tehát azt, hogy ki mit mond és ki mit mond, nem tudom. Tehát inkább úgy mondanám, hogy számomra annyira abszurd, hogy ne oda tartozzunk, ahova tartozunk, hogy nem akarom komolyan gondolni, hogy valaki ezt komolyan gondolja, és biztos, hogy a kisagyam legvégén egy idő után végig gondolom, hogy mi lesz akkor, ha nem de egyenlő abban a fázisban vagyok, hogy csak nem ilyen abszurd valakinek az agyába, ami van. nem azt is, hogyha komolyan gondolja, ajaj, és egy hülye szemellenzős valaki vagyok, és ez nagyon csúnya példa, hogy hát nagyon sok ember a holokauszt előtt nem vette tudomásul, hogy a törvények keményednek, és akkor rossz helyen van. De én nagyon remélem, hogy nem erről van szó, hogy, hogy itt olyan dolgok történnek ebbe az országba, ami elképzelhetetlen. És ha nem történik olyan, akkor az EU tagja maradunk, mert kidobni nem úgy tűnik, hogy... Tehát, tehát valahol van egy, egy pont, ahol már majdnem kidobnak, de akkor visszatáncolunk. Ez van. Most ezt osztották nekünk, megválasztottuk. Tehát, hogy mondtam, a gazdaságnál is azban a keretek között kell élni, ami van. Lakatos Péter, köszönöm a beszélgetést.